a Bennyuszen Grúznál, az egyik játékos nem látható volt, de ezt végül hamarabb. De a fogadóirodák is olyan egyszerű Mauz győzelmet pedig. Tehát a legmagasabb boc HLTV-n a Mauzra 1-0-8. Tehát, hogy itt a fogadóirodák is azt mondják, hogy nagyon sima Mauz győzelemnek kell. Szívesen a Bennyuszen Grúzon meg a legmagasabb, az 17,4. Ahogy látom, a legalacsonyabb meg 7,46. Szóval meglátjuk. Minden esetre legyen ez egy jó nyitó mérkőzés a mai napnak, meg úgy az egész hétnek, hiszen ezzel kezdünk, figyeljük közben az ENSZ Gamer Legion-t is, nem győzzük hangsúlyozni, hiszen Slamnek is hasonlóan szorítunk, mint sem Torzsinak, illetve csapatának. Na de induljunk meg ezzel a Vertigóval. Jöhet az első pisztolykör a Mauz CT-ben, a Bad News Kangaroos T-ben, és nézzük, hogy milyen pisztolykörrel készültek az ausztrálok, illetve egészen pontosan ausztrál többségű csapat, mert van egy új-zélandi játékos ebben az együttesben, és Brace! Tessék, meg is kezdi itt az NBA-tást. Most rá duhá Beretta, még a falon tudja lefejezni. Nem jót, ez ugye lenni. Ezzel vigyáznom kell, majd lesz ki, hogy ezt óvatosan kezeljük. Közben egyébként elég fura egyelőre ez a pisztolykör, ugye volt itt egy jó nyitó, de aztán utána rámpán mégis visszatopozik, ott a kis bérő a támadás, Jimpet tud lőni egyet, ott van a második, gyönyörű a folytatás, 3 AP-val félelem nélkül hatolt előre, meg se várta igazán a társait, bár közelben voltak, de ahhoz képest elég magabiztosan ment be, és így Brace marad egyedül, egy bomba is elesett ott bent lerakón. Egy-két kevlárt el tud hozni még ebből a szituációból, szerintem az is egy jó helyzet ahhoz képest, hogy mennyire most már ráültek, és az pozícióját is tudják. És hogy nézi a monitort, Brace, jó ég? Hát Jekindár kutya füle ahhoz képest, tehát oké, hogy is egy centire ül, de még lefele is néz ráadásul. Még jobban szerintem lefelé dől, mint Jekindár a Liquidből. Szép volt a nyitó Brace-től, de itt az egyetlen új-zélandi játékos Impact-nak köszönhetően eddig elég hamar elhullott bérakon, aztán jó volt a folytatás is, ahogy említetted, 3 HP-val, és úgy zárta le végül a kört, nagyon kristály, tiszta, könnyed kör, első kör ráadásul a Mauznak, és full lekózik a Bad News Kangaroos, illetve egy smoke. Ott van Brace-nél, aki a csapat irányítója egyébként, ezért közben kap egy jókora adag sebzést, csak az első darált itt egy nagyobbat, darál is, gyönyörű tripla, hát pénzé még tém jóra, még bele is lőtt egy kicsit, azért ez a törődés itt a mérkőzés elején, de ez egy szintén nagyon sima split kör kell, hogy legyen a Mauznak. Igen, amire lehet egy kicsit talán fókuszálni még, hogy a SMG-vel gyűjtsék be a maradék kalpokat, de térképet elnézve ez eléggé esélytelennek tűnik, Jimpetre fognak rámenni, és is van. Ez egy kokit végül is elszenved, de azért túl nagy veszély ebben nem volt. Jöhet a fegyveres. Ez Gamer Legion mérkőzésen is van egy kis csúszás. Csak ott egy kis technikai probléma, illetve ti is hallhatátok, hogy nagyon minimálisan késik kép, illetve a hang, de ezt már jeleztük egészen egyenesen Máltára a helyszínen, hogy egy ilyen kisebb malőr, és már tudnak róla is igyekszenek orvosolni mi hamarabb, miközben Torgyezen ugye szerzünk a nyitót. Nagyon gyors volt itt a kezdés, a füstök viszont most elég időt fogunk nyerni. Hoppá! Ézzelnek akadt be egy fejes, Rollen volt az áldozat, épp hogy csak odaért volna kicsit kivenni a részét, itt Torzsi kije után felbuzdulva, de már kell várni a következő kört. Közben dupla B elég közel rámpán, nem egy gyakori setup, amit itt láthatunk. Chimpetnek be is akad gyorsan egy újabb frag, aztán szépen visszavonul. Válasz nem érkezett a Kangaroos-tól. Cserébe viszont jól lebuktak sokan. Füst előtt jó volt a peak, viszont Chimpet résen volt, így végül nem lett áldozat ennek a próbálkozásnak. És eléggé be van szorulva most már a Kangaroos, jó, hogy próbálja lopni a távolságot, kicsit elépte, aztán Pézi már hallotta is, le is tartja, megvan a fejes, ebből még vissza lehet táncolni, 3v3, bőven van még idő. És visszaforgatnak, úgy tűnik a harakó felé, van még két smoke, két moló, meg Pézinél ott van a vakító is. Lehet, hogy ezt nem kell megtoldani ennyire a nevét Pézinek, hanem Easy Pézi és kész, ennyi. Ki kell találnunk. Tehát van Demjong, Pizink, úgyhogy egész jó kis banda jött itt össze. Ráadásul a csapatnév is nagyszerű. Torzsi közben elkapott egy jó időzítést itt Gapről, és el is épi az első.
játékost a három közül, akit ott talán megpillantott. Majd folytatja egy újabb reggel, ez már egy tripla a magyar játékosnak. Még nincs is nála VP. Ó, szegény edikt. Az első fejes szép volt, de azonnal a bomba az nyújt, mert az idő szorította őt. És gyorsan plantolni akar, de hát erre esélye sem volt, hiszen crossfire-be került Torzsinak. A fregeit nézhetjük, viszont a return freget úgymond rámpanjára a hazardtől nem volt szép, bár ugye a füst pont ki lett robbantva. Ezt tudta kihasználni. Ebből a 3v3-ból végül nem született környezenem a Bad News Kangaroos-nak, közben technikai időkérés súlynál akadtak gondok. Sajnálatosan itt rögtön itt a mérkőzés elején előtt probléma. De egyébként az előző napok alapján ezeket elég gyorsan szokták tudni orvosolni. Egyelőre még nem egyértelmű, hogy mi a gond. Másik oldalon is van probléma? Másik oldalon is van, igen. Talán pont Demjónál hogy... vannak gondok. Nem minden esetre visszaveszi a fejhallgatót. Elég gyorsan meg lesz oldva. Egyébként az előző napokban inkább a headsetekkel fordult elő kisebb-nagyobb galiba. De szerencsére az ilyen hardware-es problémák elég gyorsan orvosolhatók, majd ha nem sokkal gyorsan megoldani, akkor előkötnek a Chengduban úgy cseréltek monitort az ELTL-esek, mint a Forma 1-esek kereket. Igen. Ez valami elképesztő volt. Na, Torzsi, figyel a pacsira, hál' Isten, úgyhogy súly van. Megvan, folytatjuk. Rövid volt, hál' Isten, a technikai időkérés. Tehát a negyedik kör, ahol a Bad News Kangaroos-nak nem igazán lesz pénze. Kársos rámpa foglalásra fog kezdeni szét. Szét oldalon az a gránát, az rendkívül jó találat volt. Szerintem középen tud ölni egyet. Brolennek szép a Kaja kontra. És kiveszi a részét, elég gyorsan sikerült leütni ezt az anti-echo-t. Komolyabb felszerelés nem volt támadó oldalon, ott egy gránátot láttunk eldobva, aztán azon kívül inkább csak pisztolyok voltak, és az is kevlár nélkül. Eddig térkezik róla, eddig nem volt információ, nem akadt be a dezifejes, úgyhogy szersen egy újabb reggel gazdagodik, ezáltal pedig a mouse egy újabb körre. Igaz, hogy csak eddig egyelőre egy rendes fegyveres kör volt az ellenfél oldalán, de ez a 4-0 eddig elég magabiztos játékot mutat. Fegyvert sem nagyon buknak egyébként a mouse-nál, úgyhogy a bank is épül szépül. Úgyhogy puskáznom kell itt a roster kapcsolatban, hogy a Cyclone-t említettük, mint edző. Már megszokott a mouse mögött, viszont a Bad News Kangaroos-nál a coach, hát, your wombat. Tehát elképesztő, milyen volt Chin. Becsületes nevén az úriember, aki edzi a Bad News Kangaroos játékosokat. Közben az előző kör visszajátszásra tekintetjük meg, ahol ez a half mile szintén nagyon gyorsan és simán le lett kapcsolva. Hogy jöhet az újabb vásárlás, de AWP egyelőre még nem jön. Pizinél se Torzsinál, de hát lehet arra derekosan spórolni, főleg magyar oldalra gondolok. Ötödik kör. Rész jó, olyan kapizsgálott a füstbe. Rollen pedig húzza be a nyakát póló alá. Nem végül inkább ki is ugrik, azért a füstök nem tartanak olyan sokáig, főleg amikor ilyen kötő magasságában dobják el ugye az elsőket, hogy még időben kirobbanjon a támadók felérése előtt. Középen egy jó kis boost, de egyelőre erre nem hiszem, hogy lesz bármi akció. A Reddict ott már egy molóra felállt, az Ivy-ra fog majd menni, addig pedig négyen érkeznek árámpa felé. Gránát bőséges van, tehát egy foglalásra is elég, illetve utána abból még execute-olni is fognak tudni. De a CT-snél is sok. Azért ott van még moli, füst is, és elmennek végül. Elfoglaltak rámpát, Brace-t itt hagyják, de... Többiek kicsi visszavonulót fújtak inkább, és megpróbálkoznak ezzel a maradék utility mennyiséggel egy B-támadást bevinni. Még azért Brace megvárják, hogy itt a lurkel mire tud menni. Torzsi shoulder pick-et el fogja kapni, sőt majdnem el is lövi őt. Megy is a fregel, derekasan, de végül jön Nimhat és segít. Többiek pedig szépen lassan csordogálnak fel B-re. Még gyorsan váltogat a két lerakó között egyébként a Kangaroos.
Az a B támadás elég jól be is tud menni, nem nagyon van gránát, amit már vissza tudnak dobni CT-n. Szörösen egy nagyot vállalt itt, egyedül berohant. Jimpet pedig jól helyet úrja füstött, majdnem ott beakad egy második is. Az ő is megkapta magáét, kevés kis HP-val éli túltorzs és nullos. 4v3-ban már az ember előny megvan itt a HP-k, az egy-egy találat az AK-kkal. Elég gyorsan vissza tud ezt fordulni, de Brolem már felhúzta a... Lassan elfárad a keze, annyi ideje tartja azt a vakitót. Be is repül, be lehet rontani, Jimpettől szép fejes, eddig dobozról tud lőni egyet, ki lehet még ebből átrálni, eddiknek ott van a dupla, egyedül marad 1v2-ben, fogytán az idő, a füst még kitart, ad neki kis fedezéket, Siúit is ki tudja fejelni, Brolem marad egyedül, és őt is kifejeli, bro, Addict! 1v2! És összességre 3v4-es afterplant. Az igen. Egy pillanatra megijedtem, hogy nem fog píkelni azok után, hogy lelőtte Siúit. De Brolem nagyon okosan rajta maradt, stickelte a bombát, de Addict az utolsó utáni pillanatban végül reagált. Itt Jimp, hát nem azt mondom, hogy túltolta, csak ott a bőség zavara volt, hogy kit is lőjön igazából. Látta a headshot tetején, illetve hát egyes doboz tetején a fejed, de nem arra lőtt végül, és nem tudott gyorsan hirtelen valamire egészen pontosan fókuszálni. Úgyhogy gyorsan kikapták, és hát Addictnek jár a dicsőség a kör végén, aki megoldotta, napszolválta azt a szituációt, hogy megvan a Bad News Kangaroos első köre, de hát nézzük meg a pénzüket, konkrétan rosszabb a vásárlásuk nyert kört követően, mint amikor buktak végig. Igen. Igen, azért még nem annyira kritikus, mint a régi időkben, amikor ilyenkor nullázódott a loss bónusz. Ahhoz képest mennyire sok ideig úgy volt a játék alapból, hát még bőven több ideig volt az a gazdasági helyzet, ugye, hogy nyerték, bukták, klasszikus kifejezés volt. De ezek már a régi idők. Maradjunk itt a jelennél, itt a BNK megint B irányába akar jönni, és a Bóz egyébként nagyon jól érzi ezeket a dupla B-ket. Általában kette jönnek, akkor van is egyből kontakt. Hát eddig eredményesen tudták nyitni. Azonban a BNK inkább visszavonul. A terelés része az ebből a szempontból nem volt rossz, csak kicsit lassan fognak átérni ára, és ha nézzük a térképet, akkor Jimpet már is indult vissza kötő felé, tehát visszaálltak egy 1-1-3-as felállásra. Középen megy a terelés, Torzsi letart, higgadt a kéz, megvan az első, vissza lehet ebből nézni, ott van a folytatás, most már hallja, hogy felugrálnak mellé, tovább fogja vállalni, ott a harmadik, legyen meg a négy, a negyedik mellé megy, nem jó tudja lelőni, szóval itt van Brolem rá, nem lehet így számítani, falon keresztül kap egy kis sebzést, de pont nélkül vissza tud innen menni, a gránátot ki tudja kerülni, eddig terre egyébként számít, jó helyen túrja falat, ott van még egy fej, hú, már látta egy kicsit az előző kört, megint itt eddig megindul. Nem rajta múlnak ezek a bukott körök, úgy gondolom. Szép volt Torzsitól. Bátor volt, merész volt. 19-re lapla húzott többször is, és bejött neki. Talán ott ez volt a 21, és itt jött a sok, de... Ennyi baj legyen ez a triple, így is szép volt a magyar AWP-stől. Megint nincs pénz, nyilván Torzsi az impact player. Az előző körből azon a maga triplájával. Megjött az AWP, ki? 3 dezi, egy tech 9 és egy hero AK Demjónál. Brolem viszont már elég sok HP-t veszített itt a rámpa tetején. Nagyon jól csinálják ezt a rámpa foglalást egyébként a mauzosok, ezen nem igazán tud mit kezdeni. A Bad News Kangaroos nagyon a B-t erőltetik, hát az egyetlen nyert körük végül is itt történt, ezen a rakón. De Imp hát most annál is inkább jobban fog figyelni. Jó a boost, de erre meg Imp hát számít, nem jó pedig nem, hogy itt van oszlop mögött a fin játékosa a mauznak, és nem vállalja, túl okosan játszik most Impát. Sa is vette itt a lelkesedését a BNK-nak. B előtt inkább visszamennek T kezdőre. Pak tanácsra, aztán mennek fel közép felé. Közben PZ egyébként a trampán tart le. Vele már volt kontakt, az ő pozíciót azért nagyjából tudják, sejtik, hogy ott trampán jöhetnek. Abban a szempontból ez jó lehet, hogyha most megint PZ kicsit megindul, bár Sersen meg közben már kitolt a B-t. Nagyon elcsendesedett itt a B, úgyhogy tett egy próbát, PZ-t elcsípi, ott az assziszt, tudják, hogy ez volt más, jön a közép, csípet, hármat lő, vakon! Jó ég! Még az elsőt azt a vakító előtt látta, talán a másodikat is, a harmadik az meg már... Nincs mit veszíteni, alapon végig volt eresztve. De jól meg volt fogva az a rota. Ez egy ráadásul ugye itt még... Ugye nem az új update-en játszok, itt
még pár perc ezelőtt volt a kérdés, hogy hol van D2, hát itt még sehol, az ESL Pro League még nem alkalmazkodott az újításokhoz. Bár szerintem ez egy olyan mérkőzés, hogy majd a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről a D2 over change-ről, meg az új dolgokról, de egyelőre még ennek nem jött el az ideje, hiszen se taktikai, se technikai időkérés, utóbbi, ojjaj. Utóbbi ne is nagyon legyen, hát ott volt négy gránát, amiből egy kirepült, a maradék három pedig beragadt. Júj, megint egy dupla line-up ez a Brawl előtt, és Torzs is lebukik ezzel a füstrobbantással, hát, amilyen az agy is, a fogadj Isten, jaj, jön itt minden. Ahogy te szoktad mondani, rádobálják a jövő hetet is. Tízi végül le is kapcsolt a Torzsit. Viszont Zsiói még időben megérkezik, így ezzel nem tudod bemenni egészen rakóig. Veszélyes pozí lehetett volna, hogyha beüt dobozni. Pénzétől szép a fejes, ő pedig ezt nem tolerálja, azonnal visszaadja, amit társa kapott. Akkor egy kis kitérő, mert szerintem itt ráadásul most egy akkor fog érkezni, legalábbis egy maximum egy half buy. A kérdésed válaszolva, igazából overpass-t egyébként én kedveltem. Én szerettem overpass-t játszani, bár inkább csak akkor, hogy csapat játékról volt szó. Bizony. Régi időkben. Ha ilyen pug match, akkor szerintem az annyira nem volt egy népszerű pálya. Azon csodálkoztam, hogy az került ki, mert egyébként az még egy picit változott is ugye a J2-es váltás óta. Azt hittem, hogy Mirás fog kirepülni, de végül nem. Mindenki ezt szeretné Mirást. De... Egyébként én kicsit sajnáltam volna, hogy Mirás kirepül. Én is. A pályát is szeretem, de az volt a papírforma szerintem, az volt legkevésbé változtatva, de ugorjunk vissza itt a jelenbe, mert egy erős B-execute jön, és Gyümpletre nincsen semmi gránát, meglepetésként érve megint vakon, de ebből most csak egy jött ki. Jött a válasz, teljesen fehér képernyő játékosok, tehát Torzsia füsszélén, ott van a második, nagyon jól csinálja ezeket a ripikeket az AWP-vel, Brace még itt van a füst mögött, de nyilván róla is tudnak. Addict. Nek jaj. Kellene itt megérkezni, mert közben Siu itt bejön a füst szélén, igen, itt nem volt elég jó a fedezés. Bár ez nem volt könnyű helyzet, elég nagy volt itt a káosz faktor. Közben nézzük a visszajátszást, addig hallgatom, hogy ha már overt kiveséztük, akkor D2. Hú, én emlékszem, hogy D2-t nagyon sokat mémeltük még, amikor benne volt a mappúba, és ugye azt a meccset kellett közvetíteni, és minden támadókör az volt, hogy rövid foglalás. Talán egy B-split. Igen. Hát három kör van D2-re, ugye? Kis túlzással. Hogy szerintem be lehetett volna rakni egy másik érdekesebb pályát, mint a Desk2-t, de érdekes döntés. Meglátjuk, hogy mit hozzá. Megforgatja az állóvizet, ezt a részét adom. Az biztos. Végre van egy kis vérfrissítés, ugye Anubis volt az utolsó pálya, ami bekerült. Itt közben érkezik az A-támadás, érkezne. Hát. De megvannak állítva derekasan. Opa! Nem jó közben. Megérkezett gapről, és tartja ezt az agresszivitását a Mahuz, nem félnek semmitől és senkitől. És azt hittem még azt a füstöt is áttolják végül a mozosok, de hát az elsőn azért szippantja lélendesen a magaslati levegőt, és impád is belebújik ebbe a füst mámorba. Kicsit megáll most ebbe egy News Kangaroos egy percnél, kettő a kettőre. Óvatosabb most a Mahuz egy fokkal, már csak egy vakítójuk van, még a Bad News Kangaroosnál van még egy füst is, és amint elszáll rakóról ez a füst, meg a füstök, aki hátrálnak, az elsőn el is megy középre. Hát ezt a zoomot talán headshotban lehetett hallani, hát azonban derekasan bújik abban a pozícióban végig. És... plant ebből akár kijöhet, ha Imp hát nem állítja meg. Most tudom, hogy lassan majd bekepörgetni, igen, most már bombát le kellett rakni. Most nekik elhasználni, mind a kettő játékos kicsit elkamillázott. Hoppá! Nem jó kinéz, és a második lövés sem záró találattal, ezek most már nagyon fontos hibázások, mert majdnem, hogy a kör is véget érhetett volna már. Doboz mögött látta ellenfelét. Nincs jó uti. A B-t, és addig Ivy-ról megy a kerülő. Erre lassan számítani kell, viszont megvan szersen, egy kicsit túljátszottam most már a szerencséjét, Jimpet érkezik vissza, erre nem lesz idő, el tudja lövetni magát, itt már bombaszedés ebből nem lesz, úgyhogy Kangaroos egy újabb körrel gazdagodik, Jimpet azért nem akar még itt nyeremény nélkül elmenni, egy AWP-t még elcsen az ellenfélt, amit eddig nem fog tudni kihozni. Hát, közel ment volna, akkor berobbantottam volna a bomba, és így is 87 HP-t veszített a robbanást. Követően megvan a második kör és a Bad News Kangarooznak egy 2v2, ezúttal amit sikeresen abszolváltak, és nem jó volt a körhőse a maga triplájával. Igen,
használva. Az AB türelmesek voltak, a BNK-sok ott ebben a 2v2-ben szépen megültek, picit próbáltak elhitetni a mauzosokkal, hogy ők hát valamerre másra fognak pozícionálni, közben végigbújtak zsák mögött, illetve rámpán. Ezt ki is használták végül egy jó afterplan szituációban, pedig a kör visszajátszását Torzsinak ez az entrie, hogy az 5v3 is volt, Pizi reflektált a deck 9-re, aztán jött Dem, jó, ez volt az első frag Torzsira, majd felvette a VP-t és azzal meglőtt a másik freget, meg a harmadikat is zsák mögül az afterplan szituációban az elsőnre. Jött a 11. kör, a párhuzamos meccsen pedig már van vétónk, azonban még nem kezdődött el, ott komoly technikai malőr van, már 24 percet csúszik a meccs a hivatalos mérkőzéshez képest, viszont a mapokat gyorsan elmondanám, az ENSZ Ancient-öt pikkelt, a Game Legion Overpass, és nyúk lehet ott is a Decider, csak úgy, mint nálunk, hát a játékképét tekintve már szerintem ettől elég messze vagyunk. Hoppá! Van egy elég kiszolgáltatott helyzetbe hullik el, Torzsi, de magának a füstöt nem tudják kimolózni, de lassan neki is fel kell venni 8 spőt, és nagyon jó ütemben jön ki, mert senki nem tartott rá, mindenki dobált gránátot. Nem is értem, hogy a füstbe is repült egy moló, pedig ez a füst már elég régóta ott volt. Egy jó kis boost lehetett volna, ezt hallották, mert nyilván azért már bontották a boostot, de a következő körben még ez fontos info lehet, ugye már csak kettő van hátra ebből a fél időből. És Ivy-ról akar kifoglalni a Mouse, ráadásul három játékossal. Csondaráló beindulhatna egyébként, ha valaki itt lenne közel, de erre most egyelőre nincs potenciál. És támadó füst volt, ami még különösebben furává teszi ezt az egész helyzetet. Lehet itt van vélyezni akart, itt ebből Torzsi jött ki jól, de mi azonban tud válaszolni, és Siúj lejött térre, pedig nem számítanak. Egyáltalán nem tartanak ide, bár még a füst kitart. Be lehet majd fordulni a sarokba, de nem úgy néz ki, mintha ezt tisztázni akarnák. Jimpet közben nyit, Siú engedi az ellenfelét, megvan az info, hogy felengedett még egyet, és a másikát is nem jön fel. Biztos, hogy megvan. Sőt, nem, teljesen nincs visszamentek. Meg. Azt hittem, ott már elment egy játékos, valahogy pont úgy váltott a kamera, nekem úgy tűnt, mint hogy ez, akit dobál, ez egy második játékos lenne, így viszont egy üres állerakóra tudnak bejönni. Hát. Hát ez így kelepce, ráadásul az időszorít, várj, két frag a semmiből, és nem tudja, de megvan így a kör, Jézusom súlyát, ez egy 1v3, akárhogy is nézem, de úgyhogy csak egy játékos lőtt, hogy milyen kaotikus kör volt ez. Acsaék, hát erre szerintem az a kifejezés kiúszta alulunk a szőnyeget, ez nem méltó ahhoz, amit most elvett itt Siú. Épp egy kilógott a lólábdoboz mögül, és kicsit a derék, és azt tudta kihasználni a lengyel irányító. De meg volt végül is egy VR-mat nyer. Ezáltal Sunyi 9-2, nagyon magabiztos érzés, hát ugye azt mondtad, de egészen pontosan, hogy a T oldalon nem lesz probléma, hát már a CT-vel sincsen. Már most a rápa foglalása azért, amilyen gyenguszka volt a félidő elején, a Benyusz Engolóznak, valamelyes stabilabbá vált. Talán az előző körre gondolok, meg volt még egy kör, ahol volt Brolan entry, ugye? Vagy Brolanra egy entry. Hát ez ottan most győszerezte a nyitót, Torzsi pedig megint a ütemben érkezik, meg Capről nincs, meg másod, nincs meg a második, de Brolan válaszol 4-2-re. Edict és Pizi marad egy 2v4 szenárióban, az első... Hát annyira nem is játszik, hogy a frag, de viszonylag simán likvidálta ellenfelét, úgyhogy Pizi egy 1v4-ben, megint jön a dupla gap peak. 2 lesz. Játszott a Mouse egyébként ezt az Ivy-t, gyakorlatilag az egész fédő arról szólt, hogy innen néztek ki, és akár duplákat szedtek be sorozatosan. Hát 10-2-vel ér véget a Mouse javára, CT-ből hozták azt gondolom a tőlük elvártat, érkezik egy térfélcsere egy rövid kis pihenő után, nem menjetek messze, mert folytatjuk rövidesen. I'm ready.
still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Kérem szépen, folytatódjék is, tehát a Mouse, illetve a Bad News and Gurus összecsapása érdemes a félidei szünetekben is itt maradni és nem elkapcsolni, ugyanis ahogy említettem, azért beszámolunk olykor-olykor az ENSZ Game Legion eredménye, hiszen azt sem győzik hangsúlyoz, hogy ott is van magyar érdekeltség, ugye Slend szemében, és hát idáig a start, az nem az, hogy felemás, szoros, maradjunk ennyiben, hiszen 2-1-re vezet jelenleg egyelőre az ENSZ az első pályán, és hát maguk által választott, amit a lengyelek által választott. Én söntöm, kicsit egy fél órás csúszással, de elkezdett a mérkőzés. Miközben a mauzosok egy teljesen üres bérakon találják magukat, és egy 10-nél már le is fog kerülni a bomba. Nagyon az arra számított a BNK, úgyhogy jöhet a visszafoglalás. Lehet jó pozícióban, de azonnal lecsapják, és 3 CT-frag is beesik, itt elég gyors, a sírnak nem volt kevója. És Brawler is azon a fejest kapta, jó, én megérkeztek a sheriffek, ketten is. Atyavilág, de beszántották ezt a B-lerakót, tehát itt nem volt a pelláta. Most a BNK így ezt a lendületet tovább tudja hozni a következő körökre, akkor itt egyébként egy elég jó fellángolás lehet. Egyébként City oldalon lehet, hogy egy kicsit nekik kényelmesebb lesz játszani, mint a támadó oldali kezdeményező szerepet felvenni. BZ itt. Mint egy ilyen lehelyezett ilyen turret össze-vissza forgott és lőtt mindent, ami mozgott. Úgyhogy nem szívbajosak az ausztrálok, azonnal VP válaszgyanánt, jön a Force nyilvánvalóan a Maustól, 4 galil és egy tech 9-es Brawlannál, elszórva gránátok a támadóknál, miközben jön egy középkontakt Brawlann és Torzsival egyetemben, és most már súly is csatlakozott hozzájuk létrás szobából, Edict pedig Heavenből bárja tártkarokkal az érkezőket középütt. Hát mondjuk a timing nem a legjobb talán neki, azért néha-néha a boostra figyel inkább, de Tizi itt van már a VP-vel, és most szerintem Brawlann idegbajt kap, hogy már egy távcsövesre fészed, de Sui gyorsan ki is kapcsolja őt ebből a körből, esik a VP, és tolja tovább a lengyel, miközben Imphát is kapott egy jókora adag csebzést, az első pedig már van Bane, Imphát pedig el is kapja Hazard, Sui pedig már jön Heavenből, megint megvan a birakó Mouse-nak.
kerülhet itt a bomba, és 3-3-ban ezt muszáj megpróbálni a Biancának. Nem hiszem, hogy itt a fegyvermentés az egy jó opció ilyen körarájnál. Érkeznek is. Vakitó nincs berobbanni, úgyhogy az MP9-es ugrik belőle, eddig túl jó a refrag. Oda-vissza mind a két oldalról jöttek a válaszok, viszont a nyitó frag miatt végül a Maus jött ki belőle jobban. Hogy már csak egy kör választja el őket a pályaponttól. CT oldalon egyébként itt nem lesz olyan jó vásárlás. Nyilván ez a kockázat benne volt abban, hogy megpróbálják ezt a ritéket. Tehát ilyen körarányban sajnos már nem igazán lehet kihúzni. Hát, Impact 19, hasúly 12, 4 torzsi, 14, 8, nagyon jó mutatók mindenki. Legalább egyes KD-n a Mausnál, a BNK-nál pedig csupán 3-an érték el a 10-es frag számot. Ezen is mész csupán 3, illetve 1 fregen csücsül. Nem képesek tartani ezzel a Mausszal most a tempót az ausztrálok. Hát ez érthető, még egy fejlődő csapatról beszélünk, akik végül ide jutottak, de nekik egy óriási tapasztalatszerzés, abban a szempontból piszok. Jó, pizi, füstön át a Dezivel, majdnem elcsípt az elsőt, aztán még a falon is próbálkozik egy falon át, az a gránát pedig kitűnő volt a gettégére. Hoppa, boost! Jaj! Boost alkádban most egyelőre nem igazán tudnak tovább menni, egyébként a sebzés az irdatlanul sok. TT oldalon. Le van fülelve a boost, nem volt az, az a gránát, az elvett két embert és végül csak egy lesz belőle, közben elhullik, de jó, és így most már felbátorod egy kicsit a Moose mehetne tovább. Pézi azonban egy kicsit beleköp még ebbe a levelesbe azzal a dezerttel. Eddig is közel van, a nullos játékos azért el lehet azzal csípni, főleg így Brolin ukrál gránát a kezében. Elborulhat végig ez a kártya vár, Jimpet jön előre, füsszélén meg van a kézer, azért ő is kapott egy kis sebzést, az MP9 veszélyes lett, de Jimpet nagyon kemény most. Pézi a deserte pedig szintén. Session nullos. Jimpet lehet itt a legnagyobb veszély. Egyébként így HS poziról még az a desert, ez még nem is olyan rossz, de nagyon jó vakító érkezik. Úgyhogy végül nem adták meg neki az esélyt se, hogy lehozza ezt a kört. Másik mérkőzésen pedig már vezet a Gamer Legion, 0-2-ről 3-2, és Slant volt az Impact player az ötödik körnek. Nagyon jó látni, jó startban van a magyar AVP-s, 4-3-ban. Őre azonos fregenül, mint volt. Itt pedig a harmadik taktikai időkérés közben a mi mérkőzésünk, de hát akkor addig tudjuk figyelni egy rövid ideig Slantet és a Gamer Legion-t. Mi újság a párhuzamos meccsen. Hát ott az még ugye eléggé az elején van a mérkőzésnek, úgyhogy bőven van itt még lehetőség arra, hogy bármelyik irányban eldőljön. Visszugorva ide, ugye a Maus pályaponnál van, az ellenfél által választott Vertigón, és itt a Bad News Kangaroosnak pedig itt az utolsó esélyei vannak arra, hogy egyáltalán játékban maradjanak. Ezek 9 kört kellene a zsinórban lehozni végig, kezdve ezzel a körrel ilyen felszerelésre, hogy egyáltalán hosszabbításra vigyék. Olyan Maus ellen, ahol most egyénileg mindenki nagyon erősen beleteszi a részét a mérkőzésbe. Jön egy tripla boost. Arra fal mögött, de hát ugye ez erőforrást veszel középről. Így Brolin megint nagyon könnyedén tud felmenni már Heavenbe, ott B előtt láthatjuk az X-raynek köszönhetően, és nem szed, hogy Jézusom, milyen range-ből az MP9 Edict mit fregel, és Pizzi pedig folytatja a sort szintén egy SMG-vel, de hát súly is itt van már, és erre abszolút nem számít a Bad News Kangaroos, megvan a válasz, hogy még mindig ember hátrányban a Maus, miközben B előtt jön egy kisebb agresszivitás, ezért a jó a sebzés, Torzsi azonban elkapja őt, Impact pedig kisegíti magyar csapattársát, és már is ember előnyben a Maus csapata, 55 másodpercnél, talán mind a két CT-re megvan az info, a bomba már kerül a B-rakóra. És hát, sok sikert, benyúzni, 13-3. Ennél jobb lezárás most nem találtam. Akkor de majd Torzsi! Majd Torzsi ad neked egy jobbat, utolsó golyóra akad be az utolsó fejes a pályán. Elsöprő 13-3-as végeredmény itt Vertigón. Hát, kicsit már féltem őket Mirázson, mégiscsak
az ausztrál többségű csapat pályaválasztása volt ez a Vertigo, minden esetre hamar véget ért, 16 kört láthattunk, annyit láthattunk, mint a régen góban, nem ennyi, hogy győzelem ez született volna, lehet, hogy ott a 16-0 lett volna, minden esetre ez a második visszakörös liték, ez nem volt csúnya, ezt ügyesen abszolválták, de visszabukták a force kört, így bajossá avanzsálódott minimálisan, jába jött a második körös VP, azzal nem tudtak mit kezdeni, Pizi bár egy fregett lőtt, de súlyi azonnal trédelt, és onnantól kezdve megint egy kisnál tiszta fél idének lehetünk személyes főtanúi a Mauz részéről. Úgyhogy most jön egy kisebb szünet, de nem érdemes nagyon messzire menni, vagy hagyjátok úgy a Steamet, mert kommentár nélkül végig mutatjuk az ENC, illetve a Game & Legion összecsapását, de amint kezdődik a Mauz, illetve a Bad News Kangaroos mérkőzésének a második pálya, ami nem más, mint Mirage, azonnal jövünk vissza mi is Speedyvel, úgyhogy nagyjából 10-11 perc, és folytatjuk, de legyetek résen a szünet alatt is.